6 nappal ezelőtt ünnepeltük virágvasárnapot, Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepét. Ez egyben a nagy hét, vagyis Krisztus életének utolsó napjainak kezdete. Mint a Szabó Tamás görögkatolikus parókus 35 perc című műsorunkban elmondta, Isten fiát azért ítélték halálra, mert egymagában magára vállalta az emberiség bűneit. Annak a szeretetnek a felfogását próbáljuk megtenni, amit olyankor az embernek tudatosítanak, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy a legvégsőkig elmegy az emberi lét legmélyebb pontjára, amitől legjobban félünk, ami a legsötétebb, a halálban is ott van, ott is jelezni akarja, ki akarja mondani az életünk legfontosabb éltető mondatát, hogy szeretve vagyunk. A görög katolikusok nagypéntek estéjén sírba tételi vecsernyét tartanak, amikor jelképesen Jézus halotti lepelénél imádkoznak. Mondhatnánk, hogy bibliodráma vagy pszichodráma, amit az egyházunk ilyenkor alkalmaz vagy használ, de sokkal inkább a meghívást, hogy vegyük észre, és minél közelebb kerülünk hozzá, annál inkább részeseivé válunk. Hogy a nagy csütörtökön ott vagyunk, szinte körbeüljük azt az asztalt, hogy a tanítványok együtt mi is megértsük, hogy barátok vagyunk, egy közösség vagyunk, közösen étkezünk, egy kehelyből részesülünk, ez valami egészen többlet. Ugye nekünk magyaroknak a vérszerződés miatt pontosan tudjuk, hogy mit jelent ezt egy kehelyből részesedni, és ez egy nemzet egységének válik az alapjává. Hitünk szerint a Krisztus kehelyéből való részesedés pedig a nemzeteken túlmutató kereszténységünknek, a közösségének az alapja. Nagypénteken pedig a görög szertartásban egész érdekes, hiszen még a templomból is kimegyünk, és a Krisztus testét ábrázoló plastjenicát vagy halotti leplet körbe visszük, és szinte mint Arimatei József és Nikodémus elhelyezzük a sírba, ami a templom közepén van is, és gyakorlatilag a föltámadás szertartásaig ott virasztunk, ott imádkozunk, ott éljük át ezeket a dolgokat. A nagypénteki gyász után vasárnap pedig már az életet ünnepeljük. A keresztre feszítést követő harmadik napon Krisztus feltámadt, amit a katolikus hagyományokhoz híven pászka szenteléssel ünnepelnek.